halt az, ki szeret téged, becsüld meg a véredet. Gyere már! Mondjad! Ha nem beteg ez a kutya, Dick, mennyit kízik? Rád ütött, fiam! Ha ennyi gumit, Dick? Tiszta hull az udvar. Akinek kutyája van, annak de nem az kéne fiam. Szedni. Nem két napig hagyni, hogy úgy maradjon az egész. Nap, tegnap főszedtem, Dick, mennyit kutya fiam? Arról nem beszélve, hogy a kis kutyádat, komolyan mondom, nem tudom, mit fogok vele csinálni, de lehet, hogy elköltöztetem a túlvilágra. Nézd meg, hogy elől mit csinált! Mi? Kiásta az egész murvát a kert előtt. Szétszette az egész hol, majd mindjárt te fogsz kapni. Megmondtam, hogy nem kell kutya. De megmondtam neked. Kutya nélkül gyerek, ide néz. Ezt nézd meg. Nézd ide, mit csinált. Ezt te ástad ki. Te, hát nem sír a bőr a pofádról. Nézd meg, te mindjárt itt vannak a kálmánék, jönnek ebédre. Hát ide ásom el a nagy, a kincseimet. Szívem szerint most, ha lehetne, akkor nem tudom, Emilt meg Ramszeszt úgy együtt úgy kivágnám őket. Tehát az ablakon vagy az ajtón. Én nem akartam kutyát. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szeretem, nem imádom, mert tényleg nagyon-nagyon szeretem. De viszont én tudtam azt, hogy ha kutya jön a házhoz, akkor meg fogja enni a kertemet, a friss gyepemet tönkre teszi, meg fogja enni a házat. És hát most itt van, be is igazolódod, hogy egy héten háromszor minimum arra ébredek, hogy vagy kukázott, vagy szétszette a murvát, vagy a kertbe tönkretett valamit, és ráadásul pont most, amikor vendégeink jönnek, az egész ház a feje tetején áll. Kijössz, kikaparom a fogommal a két első metszővel, milyen ugye? Milyen a fejette? Olyan piros vagy, mint a izék. Mit hagyjál csinál? Már, Emil, ne is mondd. Az a hát nézd meg, hogy néz ki reggel olyan óta, vagy, észre mint se a Scampi. Észre se vetted, hogy lángol a fejem. Így leégtem a szoliba tegnap. Ne így hozzám, mert fáj. Még alapozót sem merek magamra rakni, semmit. Én kell, le kéne jegelni a fejemet. Na nézd ide. Nézd meg, hogy mit csinál. A drága kertemet, tönkre teszi te. Hát szívtelenek vagy. Megmondtam, hogy nem kell kutya. Neked kellett. Nagy úriember izébe szedi, öltönybe szedi a kutyájának a névjegyét. Raj vagyok, öcsém. Na jó, akkor stílus, tudod mi? A stílus a szenvedély. Na, te nem segít ezt a izét? Figyelj! Ne! Nem vetted észre, reggel 7 óra óta takarítok, meg főzök. Nem sokára jönnek a nyári kálmánék, akkor ki főzne meg? Te? Hát most keltél fel, te neked nincsen semmi dolgod, fiam. Én nekem. Hát neked csak annyi, hogy magaddal nézd a tükörbe, jó, meg szépítkezzé. Jó, már jászd el a izét akkor. Nobel-díjat adok akkor neked 4 órakor. Hát adjál is, mert meg is érdemlem. Istenem. Hát öcsém, te tudsz termelni, Ramikám. Hát, öcsöm, hát ennyit termelni, drága szép fiam, mint te. Fiam! Na? A közértbe kimehetnél, légy szíves. Hozzál valami üdítőt, innivalót, jó? Kenyeret, friss kenyeret. Na figyelj, végül is megcsináltam a kacsit. Kenyeret nem hozok. Mert? Mert nem eszünk kenyeret. Ki? Te lehet, hogy nem eszel, de a vendégek azok lehet, hogy esznek kenyeret. A vendégek azt teszik, amit mi eszünk. Na ne játsszad meg magad. Mi meg akarom mutatni, mi egészségesen élünk. Na. Te hamis proféta, a nyári kálmánnál meg te leheted magadat, amikor a parasztálat kihozta mindennel. Te, hát nem sül le a bőr a képedről. De nem ettem kenyeret. Én nem értem, Tinát. Hát én már nem eszek kenyeret, fehér kenyeret se, még rossz kenyeret, azt a bátya azért néha becsomagolja, nincs a rossz, de nem akarok kenyeret. Hát ott csinálja a krumplit, a Tina egész nap kenyeret enne. Bementem múltkor a pékségbe, 8-10 fajta kenyeret vesz a cigánylány, balad. Én nem, a bátya meg jól néz ki, basztó, baró, úgyhogy mehet az élet tovább kenyér nélkül is. Na, betettem sülni a kacsát. Igen. Sült oldalas csinálok.
Almásan csinálod a kacsát? Hát, ahogy szoktam. Igen? Akkor sült oldalas csinálok, fokhagymásan, és csinálok sajttal töltött rántott húst, és akkor csinálok egy olyan krumplit, ami ilyen szalonnás, hagymás, petrezselymes. De minek csinálsz krumplit, mikor kenyér nélkül krumpli? Na mennyi már innen, nem vagyok rád kíváncsi. Nem hát neked nézzek, mennyit fogytam, ja. Dikázzek. Húzd be a hasadat még jobban, nehogy megfulladjál. Na, így húzom be, ne. Oda nézd, mint a Dika Schwarzenberger. Fúj, valaki, hogy lett ilyen egoista? Á, nagyon ekkora izé. Szerelmes saját magába. Hát, nem vagyok szerelmes, de, de valaki jól néz ki, akkor jól néz ki. Jó, fiam, nagyon jó néz. Az arcodat meg jegeljük le. Hát tényleg azt kéne, mert most az hószoros értelmében lesült a pofámról az jövök és lejegelem az arcodat. Hát nagyon leégtem, Emil. Így még nem jártam az életem. Na mennyi? Mennyi? A hazafele utat te se téveszted el. Ó, csóró, még azt mondja, hogy nem eszik kenyeret. Hát amikor senki nem látja, vagy amikor éjjel van, és amikor már tényleg nincsenek itt se a kamerák, se senki, még én se látom, akkor hallom, hogy mint egy egér, egy kártékony rágcsáló lejön a konyhába, és kutat, keres, rág, eszik. Reggel, mikor meg a Vivinek akarok csinálni reggelit, látom, hogy eltűnt a zsömle meg a kenyér. Hát akkor ki ette meg? Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát vendégeink érkeznek, úgyhogy próbálok nekik kedveskedni minden olyannal, amit tudom, hogy szeretnek. Elsősorban sütöttem egy jó nagy kacsát, egy hízott kacsát, csinálok sült oldalast hozzá fokhagymásan, és csinálok egy krumplit köretként. Arra gondoltam, hogy egy olyan krumplit fogok csinálni, ami egy ilyen jó gazdag lesz. Tehát elsősorban egy nagyon pici olajon meg fogom a szalonnát pirítani. Én nyers kolozsvári szalonnát használok most hozzá, aztán majd a lepirított szalonnához hozzá fogom adni a kóréhagymát, amit én már így előre földaraboltam, és a legvégén a petrezselymet, és aztán a krumplit leszűröm, és ezzel a rahúval fogom összekeverni. Úgyhogy remélem, hogy ízleni fog mindenkinek, minden, én rajta vagyok. Én most ezt jó üvegesre pirítjuk. Mi nagyon-nagyon szeretjük a füstölt ízeket, és én szeretem, hogyha egy kicsit a krumplinak is adunk egy ilyen kis füstölt ízt. Nyilvánvalóan, hogy nem olyan túl sokat teszek hozzá, én most én egy olyan 15 deka szalonnát vágtam apró kis kockákra, úgyhogy most ezt várom, amíg szépen üvegesre fog pirulni. A kezem már leszakadni. Na, fiam. Megvettem az egész üdítőt. Szerelmem. Jó, tetted. Vettem mindent, hallod? Jó, kenyeret is hoztál? Hát azt nem. Nem mondtam ezt sokszor, mondtad. Csak... Nem mondtam sokszor, fiam, csak 20-szor. Hát Emil, az valószínű, hogy olyan amnéziába szenved, hogy amire nem akar, arra nem emlékszik. Tehát 10-szer megkértem, hogy fiam, hozzá kenyeret, mert az egy dolog, hogy te nem akarod enni, de a vendégek, ha szeretnének kenyeret enni, akkor nekik hagy tudjak adni. Hát erre riktig nem hozott kenyeret. Tehát mindig azt csinálja, amit ő akar. De ha valami kóstolót, már valamit gyanázott? A kacsát azt most fóliá alatt van, úgyhogy ne vedd ki, az már kisült, lefóliáztam. Mert hogy meleg maradjon. Aha. Az oldalast azt már pirítom, arra nem sokára rádobjuk a... Erre már rá is dobom a fokhagymát. Aha. Na hát újra itt vagyok, hogy most gyorsan kisütöm a sajttal töltött rántott húst. A rántott hús igazából szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy milyen könnyű elkészíteni. Szerintem sok mindenen múlik egy jó rántott hús. Az ismeretségi körömben háziasszonyok közt is sokan vitáznak azon, hogy van, aki kevés olajba süti, van, aki bő olajba. Hát én azok közé tartozom, én bő olajba szeretem sütni a rántott húst, és kinek mi a titka? Nekem igazából nincsen különösebb titkom, annyi, hogy ha sima rántott húst csinálok,
akkor nem szoktam nagyon rányomni a prézlit, tehát a zsemlemorzsát, hanem csak éppen, hogy megforgatom benne. De mivel most sajttal töltöttet csinálok, és azt szeretném, hogy a sajt az ne folyjon majd ki a rántott húsból, így most ezt jól rá fogom nyomni. Szia, drágám! Hát most nem tudom, szerintem most azzal tudnál segíteni, drágám, ha gyorsan leülnél, és anya ezt megcsinálja, mert nem sokára itt vannak a Kálmánék. De azt most mindjárt le is fogod borítani, drágám. Na, úgyhogy először most beletesszük a lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába. Nem egy nagy ördöngösség. Nagyon szeretjük a rántott húst, az én családom, a gyerekeim azok olyanok, hogyha megkérdezem, hogy mit főzzek, akkor 10-ből 10-szer azt mondják, hogy rántott húst. Úgyhogy nálunk hétfőtől péntekig a rántott hús igazából, az mindig menő szokott lenni. Igaz? Neked mi a kedvenced, a sajttal töltött rántott hús, vagy a sima rántott hús? Hát nekem a... Te melyiket szereted jobban? Hát nekem a legfélobb mizé. Sima. A sima? Akkor csinál anya neked olyat is. Mi általában úgy szoktuk csinálni, hogy mi nem szeretjük, ha vastag a hús. Legalábbis mi. Aztán persze az ízlések és pofonok. Én jó vékonyra szoktam kiklofolni a hús, mert nálunk csak úgy eszik meg. És most én ilyen trapista sajtot tettem bele, de ilyen szeletelt trapista sajtot. Mert most azt kaptam, amúgy a sima trapista sajt is tökéletesen megfelel, amit otthon lereszelünk, tehát nem muszáj, hogy szeletelve legyen, de én most ezt kaptam, úgyhogy én most megkönnyítettem a saját helyzetemet azzal, hogy ugye a kiklofolt, én most karajból csináltam, kiklofoltam a karajt vékonyra, megsóztam, beletettem a sajtot, és hát aztán ki hogy szereti, ez lehet föltekerni is, akár ilyen henger alakúra, vagy lehet ilyen laposabbakra csinálni. Nekem a család így szereti, úgyhogy én maradok a bevált módszereknél, mert akárhányszor valamit újítani próbálok, akkor a család egyik fele örül, a másik fele meg, jaj, anya, miért kell, miért nem úgy csinálod, ahogy szoktad? Úgyhogy inkább biztosra megyek, hogy ne dolgozzak kétszer. Aztán, hogyha ezeket kipaníroztam, akkor elkezdem őket kisütni gyorsan, hiszen a vendégeim nem sokára jönnek. Itt vannak. A rántott húsnak a sütését én úgy szoktam csinálni, hogy hát azért az olaj jó meleg kell, hogy legyen, és hát jó vőolajba sütöm, és aranybarnára. Na, most már hála Istennek a vége felé járok. Itt senki nem csinál rántott húst. Jaj, de aranyos vagy. Komolyan. Ez olyan drágám, hogy tényleg sírva járkálom az utcákat. Vivike, eszel egyet? Adjál a Vivinek is. Miért kérsz kicsim sajtosat? Akkor szedjél már gyorsan egyet, meg egy kis krumplit is a Vivinek, aztán elkezdem kitálalni a csévékbe, jó? Vivinek szedjél egy kis krumplit. Tina rántott húsa a világon a legjobb rántott hús. Először ettem a cigánylány kezéből, telerováztam a panira, lágyalta rendesen a könnyeim, is úgy halóztam. Olyan a rántott húsa, hogy esküszöm, Bécs pedig a híres a Wienerschnitzelről. A cigánylány jön, aztán rovázna Bécs, ide eljönnének hozzánk gyára, az egész osztrák-magyar monarchia rovázna itt a lakásban. Én mondjuk, ha sima rántott húst sütök, akkor azt általában úgy szeretjük, hogyha jó hólyagos a prézdi rajta. Tehát azért nem szoktam a sima rántott húsnál rányomni a zsemlemorzsát, mert akkor nem lesz olyan szép hólyagos. Tehát itt így szeretjük. Na, a sima rántott húst, azt ilyen levegősen, hólyagosan szeretjük. De hát ugye ez a sajttal töltöttnél nem lehet kivitelezni. Vágd fel a Vivinek, azt gyorsan kisütöm, és akkor kitálalok, jó? És akkor segítesz utána Vivi megteríteni szépen, jó, hogyha jönnek a vendégek, itt rendet teszek. Nem tudom, az arcommal valamit majd kéne csinálni, fiam, mert ráadásul itt a tűz mellett állok, és érzem, hogy egyre jobban pirosodok. Fiam. Olyan piros az arcom, mint a rák. Úgy nézel ki, mint az a rossz szupermenek. Nem baj, de hát már. De legalább majd, amikor majd bebarnulok, jó színem lesz. Jó, azt szeretem, mikor barna vagy. Az alkatrész is barna, mi azt szeretem. Figyelj. Csak addig nehogy főhólyagosodjon az arcom.
Na, most már elkezdek tálalni, mert most már a vendégeim szerintem perceken belül itt lesznek. Úgyhogy a sült oldalast én most fölrakosgatom a tára. Ezeket jó fokhagymáson sütöttem. Először jó fűszeres lébe előfőztem, aztán pedig egy pici zsíron bedobtam pirulni a sütőbe, és rádobtam a fokhagymát. Most ezt rátálalom a húsokkal, és akkor a kacsát azt majd egy másik tára fogom tálalni. No. Édni. Közben én itt faragtam ilyen kis zöldségeket, díszítgettem, de majd még szerintem a tetejére is fogok tenni. Vivike, jól laktál? Zene! Zenét kérsz? Ja, hát neked, akinek DJ-je van, külön DJ-je van, hát akkor persze. Gigi Dondo! Gigi! Gigi! Nagyon szeretem ezt a Sandro csorbát. Gyere már, járjon a forró gyárásra! Hopp, hopp! Gyere, lányom! Azaz, az, Vivi! Duplázzá! Azaz, jó ide, jó! Né, oda né! Tiszta anyja! Tiszt. Na, lecsort a lányom! Jaj! Közben halózzás is, már elkoskoljam! Azt narakod ide középre, ne? Hát inkább valahogy így rakom, hogy ne. Szerintem középre a ízét és a két paradicsomot. Na, az így jó lesz. Vagy tegyük ide a két paradicsomot? Yes. Jó. Á, de nagy ízé vagyok én. Akkor ezzel most megvagyok. Ezzel most aztán megvan. Most mindjárt díszítem a kacsát is. Jupi! Add ide a csévintetőt gyorsan. Meleg maradjon. Igen. Na. Az a szerelmes lányom. Ezzel bezárt a Mickey Mókat. Csukd már rá! A Mickey Mókat. Na. De közben itt megsült a kacsa is. Ezt kenegettük egy ilyen mézes, szójás. Dobd ezt ki, légy szíves, Vivike, nekem? Vivi, légy szíves. Dobd ki. Ezt kenegettem egy ilyen mézes, szójás, szezámolajos öntettel. Meg az én persze. Szétkened. Azért is testápolom. Most akárhány szó kacsát főz a cigánylány, testápoló menj innen. Lista. Menj már, a hülyeséget fújod itt nekem te is. Vivike, menj innen, léci. Na most ez egy szép kis mutatvány lesz, hogy ezt meg hogy fogom átemelni. Fogjuk meg romásra, mit izézni? Hát persze, kézzel, lábbal. De. Rajoskodsz, ha szétesik, elsírom magam. Na, hát add oda! Várjál, Emil, hát hiába nyúlsz alá. Vigyázz! Na. Emeld! Rajta! Yeah. Rukkoló, rukkoló ágyom. Beszorult a villám. Hozd a narancsot, léci meg, amiket oda már kikészítettem. Hozom a narancsot. A díszítő várjál, elemeimet. Van. Hát ez a kacsa, ez majdnem 4 órát sült. Tehát ez egy bő 4 kilós hízott házi kacsa volt, és én általában úgy szoktam csinálni, hogy ahány kiló durván, annyi órát szoktam sütni. Az igen. Te világi vagy. Te ugye? Te egy időzített bomba vagy. Na kérem. Ezzel most megvagyunk, ezt lefóliázom, hogy melegen tartó, melegen maradjon, aztán gyorsan itt eltakarítom a romot, és várjuk a vendégeket. Vivi, add léci a fóliát nekem, gyorsan! Hol a fólia? Itt a fiókba! Léci! Itt! Hát milyen segédem vagy? Nem, a másikat, az alufóliát. Mondom a fóliát! Léci! Mindjárt kapsz egyet, a fóliát! Nézd meg! Na, olyan vagy, mint apád! Hát abban sincs köszönet, amit tőled kérek! Köszönöm, majd én is így, te is majd kérni fogsz tőlem valamit, majd pont ugyanígy fogom neked odaadni, ahogy most ezt te adtad nekem oda, jó? Na.
fiú, olyan a fejed. Hagyjál már, Vivike, mert fáj az egész arcom. Á, tüzelsz. Ne is mondd, Emil, tehát nagyon. Ilyen rottyon tényleg régen jártam. Le kell ezt hűteni. Jaj, nem, olyan tűzöd el, na, mintha, ha nem tudom, a sütőbe beraktam volna a fejemet. Legalábbis olyan érzetem van. Most mit csinálsz? Jézus Krisztus! Lehűtősz. De hogy? Jéggel. Ú, lehet, hogy jó fog esni. Egy perc alatt a jég el fog az arcomon olvadni. Lehet. Szóltelünk. Te egy tüzes kanca vagy. Aj, Emil. Ott de... Há, miért? Úgy látom, nem jut el a tudatodik, hogy kinevetsz, hogy megégett az arcom. Nagyon jó, hogy jön. Hát de erőszakosan izé, hetekig néz. Ne sokat, elég. Az nem kell. Várjál, két arcod van. Most jött. Nagyon fáj. Vegyél nagy levegőt addig. Remélem, hogy nem fog lehámlani az arcom, vagy én nem tudom. Na most lehet, hogy... Hát néha úgy érzem, mintha az ág is húzna. Tehát én még így az életemben nem jártam. 36 éves vagyok, hát elmondhatom azt, hogy ilyen 16 éves korom óta szoláriumozok, de most megtörtént az, ami még velem soha. Odakozmáltam a szoláriumba, hogy szó szerint most leégett a bőr a pofámról, még sminket se tudok magamra rakni, majd a Kálmár majd engem jó ki fog cikizni, mert amúgy is vérszívó, biztos vagyok benne, hogy az első kérdése az lesz, hogy mi történt az arcoddal? Se sminkelni nem tudtam magam, semmi, jól akartam kinézni már, ahogy amennyire tudtam volna, erre most itt mi van, itt vagyok lángvörös fejjel. Amikor te jártál így, akkor ne félj, ápoltalak. Mit ápoltál? Mi tápoltál engem? Hagyjál már, te annyit kamuzol, vagy te már izész? Már képzelődsz, várjál. Az is lehet. Már nem emlékszem rá. Éges víz lesz. Vivike, hozd ide az arcomra. Várjál már még, hát ezt meg kell csinálni. Minek annyi? Nem kell annyi, elég egy. Várjál, milyen zacskót izéti? Azok mélyhűtő zacskók. Hát de hogy kell ez? 42 éves vagy, nem tudod kinyitni? Kinyissam. Vivike, hozd már ide a jeget, légy szíme, lángol az arcom. Jaj, de hideg, várjál! Hát milyen legyen, meleg? De meg kinyomta a szememet, de lenyomta a jeget a szemgolyómban. De nagy izé díjas vagy. Így az arcom. Várjál. Esküszöm, jó. Azt csinálja még, várjál. Nem tudom, mit kéne rákennem, már pedig bekentem már mindenféle krémmel, mindennel. Lehet, hogy ezt az egy-két napot még ki kell vészeljen valahogy. Igen. Jaj, jó. Jaj, ne! Várjál már! Várjál, Emil! Ne. Az úgy egyszerre sok majd én. De. Majd én magamnak így nem érzem. Lefagy az arcom, Vivike! Ne! Szóljál már neki! Na, ha ne legyetek már ilyen szemtelenek! Majd biztos ezek kérdezni fogják, hogy mi történt velem. Nem, pedig szemedet, ki akartam úgy magam sminkelni, mihennyi? Minden, hogy aránylag normálisan nézzek ki. Na hát erre nézz ide. Mihennyi? Vivi, esküszöm neked, mindjárt kapsz egy csallert, fiam. Csallert. Tinát két perc alatt meggyógyítom, mert a doktor Bubó a kislánykorom óta én rajtam kísérletezem. Én megvagom, szikke, bimbam, csicsat, mindent megcsinálok. Le kell vinni először a hőmérséklet az arcából, mert olyan a cigánylány feje, mint a izéknek ezeket, a nagy izék, amely a vasakat forrasszák. Na mindegy, én meggyógyítom, mert cigánylányra lehet nézni, de napra már nem. Na. Jaj. Jó már? Hát nem, még a szám is fáj. Fáj a szád. Ez jó fog. Ez mi? Ez nagyon jó, ez regenerál. Mi ez? Mi? Jég. Jég észre. Ne hazudj, mert a jó Isten megver. Mit tettél megver, rám? Jó Istent a szádra. Emil, mit tettél rám? Várjál, jó az. Vörösbor. Jó az. Jó az, tényleg, ez gyógyít. Mi? Mi ez? Jó kis keráftó. Az a neve, az indiának így gyógyította. Keravú. Zsír. Magdi néni múltkor a mellemre tette a zsírt. Te! Egy undorító! Jó egy, tudod mi vagy? Jó az! Egy igazi, nem találok szavakat rá. Hát az ősi... Fúj!
Egy Tina, legutolsó az, a zsír az rovar. Nem elég a bajom? Hát, hogy ég az arcom, szó szerint lüktet, minden bajom van. Erre rám kenik azt a büdös disznózsír, de még azt hagyján, hogy az arcomra kente a hajamhoz is. Mikor perceken belül jönnek a kámánék, jönnek a vendégek, az egész családdal. Hát ilyen szemét nem lehet valaki, komolyan mondom. De esküszöm, hogy azon töröm az agyam, hogy ezt mind, hogy tudjam rajta leverni, vagy revansot venni. Hát gyógyítalak te! Azt kívánom, adja a Jóisten, hogy legközelebb ugyanígy járjál, de ugyanilyen ellátást is kapjál. Amen! Hát mi meg gyógyítalak? Gyere nézd még az uborka nagyon jó rá! A hajamba is belekented a zsírt te! Ezt nagyon vissza fogod kapni! Gyere már! Ezt vissza, ezt háromszor fogom rajtad leverni! Ó, négyszer, öcsém! Hurrá! Új, de egy szemétláda! A hajamba kente a zsírt! Hurrá! De utállak! Te daráspempő, megteritek addig. Márja. A jó Isten megőrizzen tőletek. Ennyire, ha biztos erőszakosan szoláriumozik a cigány. Jó fiam, hagyjál! Nem vagyok kíváncsi a izédre. Hányan lesztek a kálmánék? Hát mit tudom én, fiam? Te hát most mit csinálsz? Család? Hát vedd már le ezeket. Nem kellenek ezek. Vivien, ezt tedd vissza, légy szíves. Tedd vissza. De hát kinek kerítünk. Esküszöm, de. Még a Vivi kréme aránylag a legjobb, ami hidratál. Mutasd, de szép vagy. Ez. Olyan vagy, mint a Fantomas. Még aránylag ez, igen. Ez olyan fejed van ez a dupla száddal. Legalább a számosul megtartott. Dupla szád. Olyan szád van, hogy muszáj. Most hányan jönnek? Emil, hát a család. Meg... Jó, hát hányan várjál. Vannak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az nem kell, Vivike. Azt ne tedd ki. És most így vár oda kálmánék? Nem, csak addig, amíg nem jönnek, felrakom. De miért nem volt jó neked a zsír? Az tényleg jó? Majd mindjárt megtudod, fiam. Te még a szemed is be van te sárgulva. Neked ez így... Ha. A szemed miért lett sárga? A szemem? Igen. Az idegesítő, hát annyit idegesítő. Olyan szemed van, mint a gyíkoknak. Na jó, fiam. Tegyél ki ízét, fiam. Szalvétát, kést, villát. Jó? Szalvétát? Az életedben nem vettél szalvétát ebbe a házba. Hát dehogy hát, nem kell lennie. Szalvétát. Úgy Isten igazából megnézném egyszer azt, hogy ha én nem vagyok idehaza, akkor Emil hogy csinál végig egy vendégbárást. A főzésig nem lenne gond, mert nagyon jól főz, azt meg tudná csinálni. Csak hogy a vendégek arra érkeznének, hogy itt ilyen hegyekbe halmokba állna mosatlan a szemét, a piszók, a minden, és az a terítés. Ha kivágná nekik egy műanyag vödörbe, vagy egy tálba, vagy akármibe, azt letenné eléjük. Hát ha én nem vagyok, akkor itt megáll az élet. Még rajoskodik szalvéta. Hát urizálsz. Urizálsz. De ha adok szalvétát, akkor pofán verhetlek? Mert itt van. Tessék. Van szalvéta. A sárga hol megy már az ezüst, ezt a palit? Jaj, hú, de nagyon figyelünk arra, hogy mi megy, meg mi nem megy. Hát, így van. Azért lesz jó. Ja, mert ahogy benyitnak, hallják a morgás? Persze. A Vivi, ezt így meg. És lényegében azt csinálom, hogy a vendégeket meg fogom ijeszteni, itt egy hangfal és egy oroszlán hanggal, hogy azt hiszik, hogy majd a Ramszesz. Megérkeznek a vendégek, szerintem már itt a kocsi, és akkor szépen erre lesznem az oroszlán hangot.
Kutyától nem féltek, ugye? Nehogy Isten, azt azonnal zárd, de be sem megyek. Jaj, be sem megyek. Na. Jó, nem így kell. Maradj! Gyertek! Gyertek! Jaj, szia! Gyere, Kálmán! Le van fogva! Le van fogva! Gyere, gyere! Gyertek! Gyertek! Gyere, testvére! Le van fogva! Le van fogva! Le van fogva, testvére! Le van fogva! Hozod a szippajt! Támozod neki már! Szippajt húzzák rám nézve! Amivel vár a dili benneteket? Hát, na mondom neked! Jaj, sziasztok! Ez nagyon jó! Ezt nagyon megkaptam! Hát egy ilyen kis tündés, ott van amúgy a kutya a kenelbe! Gyert, toljad be nyugodtan, gyertek meg, ne várják, kinyitom az ajtót! Gyertek be! Hát, jó, pobesen meg eljött arra! Ez mekkora lehet? Te jó Isten! Egy szia! Egy szia! Zsöcsém, nem félt, ő volt a legkeményebb. Figyelj! Egy szia! Ugyan, mit is jaj, de nézd! Azt mondja, nézd! De szép! Na gyertek, üljetek le! Kármi, gyertek, Kármen, üljetek le! Majd is úgy, majd leüljük. Már levet. Vett közzetek. Figyelj, itt is bárhová rakhatod, berakhatod ide, ebbe a szobába is, nézd csak! Mi van? Gyere ide! Mit láttál? Ó, az az alak. Na jó, hagyjál békén, és harisnyája van neki. Hát olyan, mint tudod, vannak azok a babák, amik annyira élethűek. Na pont ugyanúgy néz ki. Na jó, nem hiszem el. Az az alak, az a láb. Na jó, hát ezt nem hiszem el. Hát te nagyon gyönyörű vagy. Te gyönyörű vagy. Bizony. De nézd azokat a nagy okos értelmes szemeid. Na jó, hagyjál, figyelj. Cipő, harisnya, melyik divatlapból léptél ki? Az a kéz, úristen. Jaj, nagyon édes vagy. Nyári Kálmánnal és családjával nagyon-nagyon jó a viszonyunk, nagyon szeretjük és tiszteljük egymást. Igazából a Kálmánik nagyon hasonlítanak ránk, olyanok, mint mi. Nekik is a gyerekeik az életük, ők is imádják egymást az Edittel. Tehát igazából mondhatom azt, hogy valamilyen szinten látjuk magunkat bennük, és hát most megszületett a második kisunokájuk, valamint a nagyobbik kisunokájuk, a Napsugár is hazajött Kanadából 10 hónap után, úgyhogy én nagyon örülök, hogy most végre úgy családos túl itt vannak nálunk. Mi vagy ilyen pihim, mi ilyen külsorok? Hagyjál békén, leégy nekem. Annyira megszom. Figyelj, én velem tegnap olyan történt. Úristen. Bementem a szoliba, állóba, de hogy ragadtam be, nem, 20, én mindig 20 percre szoktam menni, de most egy új gépbe mentem be egy állóba, és nekem semmi, tegnap olyan színem volt, ide figyelj, hogy angizde voltam, hogy elájultam. Az a neve az új szólén grill csirke. Reggelre, Edith, esküszöm, a szám így beragadva, az arcom is. Mondjuk a szád mindig edukat szád volt. Nem is akkor se alapozott, semmit nem tettem fel, mert még rosszabb ég. Az előbb itt jegeltem a fejemet. Úgy érzem. Gyertek csak. A szoláriumtól a mentfő. Figyelj, várjál, majd én cipelek, figyelj. Őrület, szó szerint megkülültem. Hát remélem, hogy meleg, mert mondjuk nemrég lett kész minden. Drága, csak... sült kacsa. Figyelj! Hova tegyem? Várj ezt. Én majd oda hagyjátok ott, és ott szedjetek. Nem, ide kiteszed az asztalra a poharakat. Elfér úgy? Szerintem. Elfér valamennyi? Ez a nyomorék. Ha nem kicserélem az asztalt, esküszöm neked, Emil. Szó szerint. Vagy így ezt. Na jó, valamennyire megoldjuk. Így. Na mondom. Szalonnás petrezselymes pórihagymás ízé krumpli. Sajttal töltött hús, oldalas testvérem, fokhagymás oldalas. Ott meg a kacsa. Mindjárt. Kacsát hova tegyünk? A hátamra. Oda. Szóljatok ám, sót, mindent teszem oda ki. Mit isztok? Majd iszunk a végén, ülj le, enni te is, gyere. Ne.
Emil, az már leosztályozta, miközben főztem. Jó, tehát már ő már azért csipegetett. Nem kell félteni. Krumpli világi. Jó? Direkt nem csináltuk sósra, mert a kacsa véget. Hát mondom, az is sós, meg ez is sós. Nehogy túl sós legyen. Na, itt az új dal, a Curtis-szel, hallgassátok meg ezt, testvérem. És mi is tartol a nyár, beletöltve minden pohár. Divatos zene közben gyűjt a pár, mondtam már, nekem ez jár. Mert a Tati nekem aranya tény, a parfüm mindat, ami csodol a szín. Gyere, valaki biztos, gyere, az a kis én. Gyere, tánc! Hosszú tom és mély dekortás, a közös estére lesz majd megoldás. Tánc! Nyári Kálmán a gyerekkori barátom, együtt nőttem fel vele, sőt, még a feleségével is együtt nőttünk föl. Ők is gyerekkori szerelem olyanok, mint mi. Azért nagyon szeretjük mi őket, mert nagyon hasonlóak vagyunk. Ők is a családjuknak élnek, és gratulálok a második unokájához. Most láttuk először a Tinával az unokát, és nagyon boldogok voltunk, hogy összejött ez a családi találkozó. This. This. Apa. Apa. Is angolul mondja. Ott a papád. Papád érte neked? Papád Daddy. Azt mondja Daddy. Daddy. És ő kicsoda, Manci? Manci. Ő? A baby. Nem, hogy átmennétek a szomszédhoz. Az lenne a legjobb, ha innen, itt az öreg asszony mellette megy, szomszéd, oda üljetek át. Elmenni, beleolvadnak itt a környezetbe. Edithké, mozdítsd a kacsát. Na, tényleg ott megy. Végre. Végre. Az biztos már annyira is. Már kimerett. Na. És csak? Várjál, hozok egy kis kenyeret. Ez kacsatesen, mert ez te ízétel bemintél. Figyelj, ez ízélt. Csipvétel. Másképp nem lehet állni, te bolondítottad meg, Emil, látom rajta ezt a kacsát. Szép testvérem, te mikor voltál a Edith-tel? Jajó! Kettesbe, testvérem. Ugye elmentetek mondjuk egy... Ma délelőtt elvittem őt egy picit. De nem úgy értem, úgy elment egy wellness hétvégére, vagy... Már rég voltam, de most már halok. Most már elmegyünk. Ah, én is nagyon kivagyok. Lehet, hogy most már egy húsvétre elhiszem. Már kivagyok, el akarom én is vinni már valahova. Figyelj, de én már gondolkoztam, mert... Na. És itt van Pesten, nem kell menni sehova. Tényleg, ahol én vagyok. Eljöttök valamelyik nap, körbeviszlek, megmutatom, ha tetszik, akkor eljöttök, amikor akartok. Egy szobát intézzel, elviszem a cigánylány. Amikor akartok. Jó, halkan, hogy ott innen, valamelyik nap felhívsz, megmutatom a szállodát, eljöttök, megnézitek, és akkor mondom, ha úgy van, akkor már ott is maradtok. Ó, de szeretlek, imádlak. Ó, de jó. Nem, hogy te is jönni az Edith-tel. Lehet. Majd meglátom. Majd meglátom. Na, lehet apádnak, és akkor két szobát intézzel. Van ott lakosztály is. Jönne, az kell nekünk. Hívjál, amikor, bármikor, amikor ráértek, vagy jól lenne, akkor... hangszigetelve a számodat? Minden. De olyan hangos vagy, nekem azt... Tiger volt! Azt a kis tigris! Külön szinte. Én lehet a unokáimmal megyek, tesó. Én már nem az Edith-tel, a unokáimmal megyek. Hát igen. De lehet. Istenem, nagypapa lettél. Az. Azt egy idősek. Kálmán, hány éves vagy? 43. Na, egy idősek vagyok. Ez már unokád. Milyen ötös vagy? 75? 76. Hát akkor bátyád vagyunk. Nénye, jó. Nénye. Szakücsi. Jó.
esküszöm, tudod, hogy én amondó vagyok, hogy nálunk mindennek lelke van, míg az autónak, mindennek. Jaj, olyan gyönyörű ez az autó, én még most is. De jó van most, hogy jóba örülsz az új autónak, persze. Én meg siratom a régit. Na gyere, mossad akkor. De jól áll a kezedben. De mi? Állj! Vegyél föl izét. Mit? Fürdőruhát. Ó, de! De és akkor csúcsival is. De mindjárt. Persze, hogy gondoltad így? De, úgy, azaz! Azaz! Szia, Emilki, nagyon-nagyon nagy baj van. Na, de? Hát nem ismerem neked mondani. Na? Eltűnt a mikrofonod, nem tudom, hol van. A mikrofonom? Igen, már bekerestem mindenhol. Hát a próbahelyen, a polcon, a második polcon hagytam, Pityu. De akkor azt nem hoztuk el. Tehát akkor az hol ott maradt? Én nem hoztam el, Dina nem hozta el, senki nem hozta el. Köszönjük szépen! Yeah!